koronavírus járvány miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy nem folytatódnak a félbeszakított utánpótlás és felnőtt amatőr labdarúgó bajnokságok. Ez az idei szezonban a Nógrád megyei első osztályban szereplő SBTC csapatát is érinti. Bár a bejelentést megelőzően nem sokkal a csoportos edzéseket és a zárt kapus mérkőzéseket jóváhagyták, de a helyzet azóta változott, és csak az NB1 folytatódik. A megyei első osztályú labdarúgó bajnokságokból az aktuális tabella első helyén álló együttesek nevezhetnek az NB3-ba, kiesők pedig nem lesznek. Így a Nógrád megyei első osztály tabellájának élén záró NB3-as licenszel rendelkező SBTC sikeres nevezés esetén a harmadik vonalban kezdheti meg a következő idényt. A STC ezzel egy év után térhetne vissza az NB3-ba. Az NB2-ben és az NB3-ban a bajnokság félbemaradásokon rögzített tabella a végeredmény, eszerint esnek ki, vagy lépnek osztályt az érintett csapatok. A Balassagyarmati VSM magabiztosan megtartotta NB3-as tagságát, és ha minden jól alakul a következő szezonban, az SBTC játékosai is velük azonos bajnokságban léphetnek pályára.